Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. A Fehérvár Televízió városismereti műsorát látják. A következőkben Székesfehérvár egy újabb családjával fogunk ismerkedni. Szakértőknek köszönhetően, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban, Váci Márk történész, városkutató. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a nézőket. A nézők, akik követték a Városrészek titkai című műsorsorozatot, tudják, hogy a Városrészek bemutatásával kezdtük ezt a sorozatot, aztán elidőztünk a belvárosban 9 vagy 10 részen keresztül, és még mindig nem értünk tulajdonképpen a végére, de az a szerencse, hogy a tematikus műsorokkal vissza-vissza látogathatunk egy-egy témában a belvárosi részekhez is, mint ahogy a városrészekhez is. A legutóbbi műsorokban már egy-egy családról, egy-egy szeméről szólt a műsor, amelyek nyilván Székesfehérvárhoz köthetők, ikonikus alakjai voltak a városnak valamikor, és bizony itt hagyták nyomukat. Kik lesznek most a főszereplők? Most a Hübner családról fogunk beszélgetni, hát ezen a családon belül is arról a három, pontosabban négy generációról, akik építészként meghatározták Fehérvárnak az arculatát. Melyik időszaktól indulhatunk el? Hát, hogyha korai időkből szeretnénk elindulni, akkor mindenképpen körülbelül 200 évvel ezelőttre kell visszamennünk, ugyanis a Hübner családnak a története datálhatóan körülbelül ekkor kezdődik Fehérváron. Hübner Miksa és Ráski Terézia házasságával, aztán az ő gyermekeikkel. A talán legismertebb gyermekük, kettő van, akikről most fogunk beszélni, ő Hübner András. Az 1849-es haleszi vértanúk egyike, ugye a haleszi felkelésnek az egyik vezetője, nem tudjuk pontosan egyébként, hogy ki volt ennek a felkelésnek a vezetője, akit aztán a társaival a budai új épületben végeztek ki, ugyanott, ahol egyébként Gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt is október 6-án. Tehát egy ilyen mártír őstől származik tulajdonképpen ez a család. Pontosabban Hübner Andrásnak a testvére volt, tehát Hübner Miksának és Ráski Teréziának a másik gyermeke, egy igazán népes családnak a gyermeke, Hübner Nándor építőmester, akit építészmérnökként is szoktak egyébként emlegetni, de ebben a korszakban még azért inkább az építőmester kifejezést alkalmazták. Ő 1833. október 18-án született Székesfehérváron ebben a családban, és ugye 16 éves volt mindösszesen, illetve még nem töltötte be 16. évét, amikor a bátyját Budán kivégezték, tehát azért egy elég terhes családi örökséget kellett neki hurcolnia. A Hübner házaspár székesfehérváriak voltak eredetileg? Igen, egy palotavárosi családról van alapvetően szó. Ugye, ha a haleszi felkelésnek a résztvevőit megnézzük, azokat a személyeket, akiket kivégeztek, ugye hoztam is erről egy képet egyébként, ezt a hirdetményt meg tudjuk mutatni, amiben az ő neveik felsorolásra kerülnek, akkor azt láthatjuk, hogy alapvetően mesteremberekről van szó, és többségükben egyébként palotavárosi mesteremberekről, tehát a Hübner család is egyébként a palotavárosi mesteremberek között élte tulajdonképpen a mindennapjait. Kollégáim hamarosan megmutatják ezt a képet, amelyen a hirdetmény látható 1849. augusztus 14-éről. Egy picit beszéljünk akkor erről a haleszi felkelésről. Hát a haleszi felkelésről annyit érdemes tudni, hogy ugye amikor Magyarországra megérkeztek az orosz segédcsapatok, hiszen ugye az osztrák császári csapatoknak nem sikerült valójában önerővel, önállóan legyőzniük a magyar szabadságharcos seregeket, akkor ugye különböző felkelések bontakoztak ki. Ugye a világosi fegyverletétel előtt, illetve után is voltak különböző felkelések, mivel Buda viszonylag közel volt, ezért ugye Székesfehérvárra hamar benyomultak ezek az osztrák, illetve orosz császári és cári csapatok. És hát a Haleszkert térségében, ugye ez egy későbbi történet igazából, a Halesznek a története, de ebben a térségben, tehát ezen a környéken, a Királykút környékén bontakozott ki egy, mondjuk azt, hogy gerilla akció igazából, aminek az egyik vezetője volt Hübner András, akit már ugye említettünk itt többször a műsor, illetve beszélgetés elején. Tulajdonképpen arról volt szó, hogy ugye megérkeztek ezek a katonai csapatok, hogy ugye leverjék a szabadságharcosokat, akik még itt tartózkodnak Fehérváron, átvegyék a városnak a vezetését, a közigazgatást, lefegyverezzék ugye az itteni nemzetőröket, fegyveres polgárokat.
És hát ugye ennek kapcsán bontakozott ki igazából ez a fegyveres ellenállás, amiben egyébként többen életüket veszítették, és ezt a 6, illetve 7 személyt aztán elfogták, és ugye ők voltak azok, akiket Budára szállítottak a várbörtönbe, és aztán ugye a császári parancs, illetve hát Hajnaú táborszernagy parancsa folytán, amit hát természetesen azért az uralkodónak is jóvá kellett hagynia, történt az ő kivégzésük. Ugye ez 1849. július, ugye amikor ez a felkelés megtörténik, és aztán augusztus-szeptemberben van, ha jól emlékszem, maga a kivégzés. Tehát azért még az aradi kivégzések előtt elindultak már ugye ezek a folyamatok. Nyilván nem ők voltak ugye a legfőbb bűnösök, akiken példát kellett statuálni, de hát egyértelmű volt, hogy ők nem fognak kikerülni a börtönből élve. És aztán, amikor ez a hirdetmény megjelent, akkor ez már teljesen egyértelmű volt. Ennek az eseménynek emlékezete van a városban. Így van, ugye a Havranek család kapcsán is beszéltünk már róla, illetve ott a Halesz kapcsán is említettük, hogy pontosan ennek a ligetnek a sarkán, ugye a Budai út kereszteződésében, illetve a Seregélyesi út kereszteződésében található ez az emlékmű, amit a Havranek kőfaragó műhely készített. Ugye ez 1888-ban történt, ugye a forradalom kitörésének 40. évfordulóján. Ekkor már ugye egyébként 10 éve Havranek Józsefnek hívták a polgármestert. Az ő családjáról van szó, ugye erről a kőfaragó cégről. A testvére és az ő kőfaragó műhelye, őket bízta meg. Az elbeszélések, családi visszaemlékezések szerint egyébként a bazilika egyik oszlop töredékéből faragták azt az oszlopot, ami aztán nagyon sokáig üresen állt, több mint 20 éven keresztül, és hát egyesek emiatt gyertyatartónak is csúfolták egyébként, hiszen tényleg olyan volt, mint egy üres gyertyatartó, hogyha valaki így közelebbről megnézte, vagy mondjuk jött kifelé a városból az Öreghegy felé és látta. De hát azért ez egy nagyon fontos jelzés volt, és hát természetesen azért a vértanúknak a neveit ugye a talapzaton elhelyezték, ezt talán mondani sem kell, és 1909-ben került rá Bori Jenőnek a leláncolt turulmadara. Egyébként Borinak az egyik első székesfehérvári alkotása, ami a testvérének, Bori Pálnak a réz- és bronzöntő műhelyében készült. Tehát azóta díszíti ezt az oszlopot. Aztán az évtizedek során átalakult egyébként ez az emlékmű, hiszen ugye egy ságvári emlékművet helyeztek ide, a korábbi országzászló térről távolították ugye el, amikor a virágóra elkészült. Tehát azért ennek egy hosszadalmas története van, és meglehetősen összetett. Aztán ez a ságvári emlékmű is, a dombormű elkerült egyébként a korábbi ságvári iskolába, ugye a mai Széchenyi. Én mindig csak úgy szoktam emelgetni, hogy szakközé, bocsánat, technikum. Tehát ide került el, és hát ma már ez a haleszi vértanú emlékmű ismét az ottani vértanúknak állít igazából emléket. Székesfehérvár vándorszobrait már sokszor emlegettük, és lefogjuk is majd a későbbiekben. Nos, tehát ebben az időszakban a Hübner család viselte ezt a lelki terhet is. A családot, a rokonokat meghurcolták az esemény után? Hát igazából ez inkább egy lelki teher volt. Tehát nekik ezen hát nem lehetett túllépni nyilván, de tovább kellett élnie a családnak. Ugye a házaspárnak el kellett tartani ugyanúgy a gyermekeket, tanítatni kellett őket, és hát német származású családról van szó alapvetően, talán ez a nevükből is látszik, ugye a Hübnerből, és hát nem véletlen, hogy egyébként aztán a császári fővárosban, Bécsben tanult többek között Hübner Nándor. Ugye itt tanulta az építészetet, és aztán kőfaragóként dolgozott egyébként kezdetben. Tehát neki tervezési munkái is voltak Budapesten, Bécsben, illetve Székesfehérváron, és természetesen kivitelezőként is működött, hiszen akkoriban még azért nem vált ennyire külön egymástól ez a két tevékenység. Ugye ma ezt építészmérnök, illetve építőmérnökként ismerjük a kettőt. Ekkoriban ezek az építőmesterek voltak azok, akik többek között terveztek, illetve a kivitelezésben is. Diploma. Mondjuk azt, lehet, hogy ez most egy csúnya kifejezés, de ma már építőmesterek nincsenek, tehát talán lehet ezt alkalmazni, mondjuk azt, hogy diplomás kőművesek voltak.
A szó jó értelmében természetesen. Tehát tulajdonképpen Budapesten és egyéb helyeken is vannak a nevéhez köthető épületek. Mielőtt a székesfehérvári épületekről beszélnénk, egyet-kettőt ki tudunk ebből emelni? Igazából középületeket tervezett, jelentősebb terve inkább Székesfehérváron valósultak meg, tehát azokról érdemes inkább beszélni. A családnak a későbbi generációi, főleg már az unokája Hübner Tibor és az ő fia, ifjabb Hübner Tibor voltak azok, akik sokat terveztek Budapesten. Az unoka Hübner Tibor egyébként el is került Budapestre, sőt már ott született, tehát ő például alapvetően nem is élt a városban, viszont ő visszajárt többek között azért is, hogy az ő tervei alapján készült épületeket például felügyelje. Úgyhogy inkább már a következő generációk voltak azok, akik mondjuk Budapest viszonylatában kiemelkedtek. Székesfehérvárral kapcsolatban mi ez, amit vele kapcsolatban be kell mutatnunk? Hát az egyik első nagyobb munkája, ugye 1833-ban született, 39 éves volt, amikor megtervezte a színháznak az épületét. Ugye azt tudjuk, hogy Fehérváron a színjátszás az már a reformkortól egyébként azért meglehetősen aktív életet élt, hát többnyire vándortársulatok érkeztek a városba, de hát azért voltak természetesen olyan társulatok is, amelyek hosszabb ideig itt működtek. Ugye többek között Petőfi Sándor is megfordult egyébként két télen vándorszínész korában a fehérvári társulatban, és aztán 1872-re készültek el egyébként magának a színháznak a tervei. Ugye az alapkőletétele az 1872. augusztus 20-án, Szent István napján történt, ami ekkor még nem volt egyébként hivatalos állami ünnep, ugye majd csak 1938-ban lesz az. Ráadásul ugye a székesfehérvári ünnepélyes országgyűlés dönt róla augusztus 18-án. Ugye ennek a történetét annak idején ott a belváros kapcsán már megbeszéltük. Tehát az a lényeg, hogy két év alatt igazából felépül ez a színház, Koch Henrik, illetve Skalnicki Antal tervei alapján. Természetesen azért a tervekbe valamennyit Hübner Nándor is beletett, de főleg a kivitelezési munkálatokban vett részt, tehát itt az építőmesteri mi voltjában mutatkozott meg, és neki köszönhető az, hogy 1874-ben megnyithatott az a színház, amit az iménti képen is láthattunk, ugye az eredeti épület, ami aztán 1944 végén sajnos ugye szinte teljes mértékben megsemmisült, kiégett, és aztán 1962-re nyerte el az új formáját. Hát a mai az pedig már egy harmadik verzió igazából, de ott már azért olyan nagyon fontos, lényegi átépítés talán nem történt, hogyha csak mondjuk a szocialista díszítő elemeket meg a belső berendezésnek az átalakítását nem vesszük. Tehát létrejött egy színház, amit tulajdonképpen Koch Henrik és Skalnicki Antal mellett Hübner Nándor munkájának is köszönhetünk. A másik, ami viszont az ő egyedüli terve, és ez a szomszédban található meg igazából, egy parkot hozott létre, álmodott meg 1877-ben, amit aztán 1879-80-ban Zichy Ligetnek neveztek el, Zichy Jenő grófnak a tiszteletére, aki ugye az ipar, az 1879-es ipar, termény és állatkiállítás egyik fő szorgalmazója és fő szervezője volt, és ennek folytán lett ő aztán Székesfehérvárnak a díszpolgára. Egyébként egészen a haláláig, 1906-ig Székesfehérvárnak az országgyűlési képviselője volt. Itt a különböző polgármesterek kapcsán ugye beszéltünk már az ő tevékenységéről is. Tehát ezt a Zichy Ligetet, illetve az akkori parkot Hübner Nándor tervezte, és aztán természetesen, amikor a Zichy Liget nevet megkapta, akkor a méltó kialakításában ő is ugyanúgy részt vett tervezőként, illetve kivitelezőként is. Mit támadott meg ő akkor ebben a parkban? Hát neki igazából az volt a dolga, hogy volt itt egy olyan terület, ami alapvetően mondjuk azt, hogy egy fás, bokros terület volt. Itt volt a városi kálvária egyébként, ami aztán később ugye a Palotai útra költözött át, és ide került az a Szent Háromság emlékmű, ami a Havranek kőfaragó műhelyben készült. Tehát ebbe a környezetbe kellett volna neki egy parkot megálmodni. Ekkor még egyébként sem a mostani Zichy Ligetnek a házsora, legalábbis az az emeletes házsor, amit most ismerünk, sem pedig a laktanyák nem voltak megtalálhatók. Ugye az az épület, ami ma már a rendőrkapitányságnak ad otthont,
a szanatórium szintén nem volt még megtalálható, nem állt még a bíróságnak az épülete. Tehát egy nagy területet kellett neki igazából az egykori vásártér szomszédságában parkká álmodnia, és hát sikerült azért elkészíteni egy olyan sétateret, ami ugye a belvárosból kivezetett a felsőváros felé, tehát az akkori Nádor utcán ugye végig lehetett sétálni. Promenádnak is nevezték ezt a színháztól a Magyar Királyon keresztül a későbbi Zichy-liget felé vezető részt. Kocsizni is lehetett ugye ezen a területen, illetve természetesen gyalogosan is ki lehetett sétálni. Ennek a területnek a végében volt az úgynevezett Mirtház vagy Mirt laktanya, amiben aztán egyrészt elemi iskola is működött, másrészt pedig az aranysas fogadó. Tehát ez egy látogatott hely volt ugye. Fehérvárnak az egyik felkapott és ismert vendéglője, mondjuk azt, hogy kocsmája. Aztán ennek az épületnek a sorsa egyébként majd a Hübnerekkel azért összekapcsolódik, tehát fogjuk a későbbiekben is említeni. Minden esetre itt volt egy olyan még beépítetlen terület, aminek a szélén egyébként kis földszintes házak sorakoztak, többek között nagy valószínűséggel Ybl Miklós építészmérnöknek a szülőháza, aki ugye Hübner Lándornak volt egyébként a kortársa és pályatársa is egyben. És aztán későbbiekben, amikor maga a Zichy-liget már kialakult, kezdtek el kiköltözni a módosabb családok. Hogyha a Zichy-liget egyes számú házat nézzük, ugye ez rögtön ott a sarkon, Magyar Király szomszédságában van a Wertheim család, kereskedő család voltak egyébként, hatalmas nagy műgyűjteményükről voltak ismertek, aminek a nagy része egyébként ebben a házban volt megtalálható. Aztán Erzsébet Amália, Habsburg főhercegnő, aki a 4-es számú házba költözött, és hát ugye Ligetsornak nevezték akkoriban ezt a területet, ugye nem keverendő össze a mai Ligetsorral, ami teljesen máshol található, ugye a Garzon háztól, hogyha jövünk a Bregyó felé, ez a mai Ligetsor, és aztán, hogy Erzsébet Amália főhercegnő ugye nyaralóként megvásárolta ezt az épületet, illetve átépítette, lett ebből Erzsébet Ligetsor egyébként. Ő itt is élt talán 8 évet a férjével, aki katonaként dolgozott. Igen, néhány évet itt élt, tehát nyaralójaként, illetve lakóházaként is ismert, különböző képeslapokon egyébként szintén szerepel. Tehát amikor mondjuk különböző közösségi oldalakon, csoportokban ugye arról vitatkoznak sokan, hogy de hát ez nem a Ligetsor, akkor ugye azért én is szeretem mindig mellé tenni az Erzsébet-liget sornak a fotóját, vagy az arról készült képeslapokat, hogy hát azért mégiscsak ez volt az egykori liget sor, és aztán hát ma már ugye inkább ügyvédsorként ismerjük ezt a területet. Ugye egyrészt a dualizmus időszakában, másrészt a két világháború között ugye ügyvédi irodák létesültek, illetve természetesen a későbbi időszakokban is, illetve katonai épületekkel épült be, majd Saj Ferenc építészmérnökről is fogunk beszélni, aki megtervezte egyrészt a Tiszti Pavilonnak az épületét, amiben ma többek között a cégbíróság, illetve a Városi Levéltárnak egy része működik, illetve megtervezte a 17-es Honvéd gyalogezrednek a laktanyáját is, tehát egy katonai terület képeződött ezáltal, és aztán majd a 30-as években bővül ugye a vásártér szélén Hübner Tibor tervei alapján a 6-es parancsnokságnak az épületével, tehát létrejön egy alapvetően katonai terület ennek a Zichy-ligetnek a szélén, és hát ugye benépesül tulajdonképpen ezekkel a módosabb polgári, illetve nemesi családokkal, tehát ekkor lesz igazán felkapott maga a liget. Érdekes egyébként, hogy az épületek a ligethez épültek, mert ez általában inkább azért úgy fordítva szokott lenni, tehát annyira meghatározó volt az Zichy-liget, amit tehát akkor Hübner Nándor nevéhez köthető. Igen, igen, igazából tudunk ilyet említeni, hiszen ha azt nézzük, az Andrássy út is, ugye amikor sugárútként kiépül, divat és módi gyakorlatilag meg rangot jelent ugye a sugárúton, az Andrássy úton ugye palotát vagy bérházat emeltetni, és aztán abban lakni. Tehát azért ekkoriban divat volt például az, hogy a kibővített belváros szélén laktak tulajdonképpen ezek a családok. Ugye, aki már nem a Nádor utcában építkezett, vagy már nem fért el, nem akart mondjuk külvárosi részekre költözni, akkor ő szépen az új liget mellett, hiszen ez egy új terület alapvetően, ahogy ugye ma is épül egyre inkább kifelé a város, és látjuk, hogy azért milyen
kvalitású épületek kerülnek mondjuk a külső városrészekbe. Ugye általában nem a szegényebb családok azok, akik megtehetik, hogy kiköltözzenek például a város szélére, ugyanígy a belváros szélén is azért rangot jelentett lakni. Ugye nem a Hübner családhoz köthető, de ha már az Icsi-ligetről beszélünk, és Zicsi Jenőt és kiállítást említettél, akkor érdemes megemlíteni az Icsi-liget ma is létező egyik ékét, ami szintén egy kiállításnak köszönhető. Ráadásul ugyanannak a kiállításnak, ugye ez a zene pavilon, aminek a tetején egyébként megtalálható az a közgyűlési határozat, ami alapján ugye Zicsi Jenőt egyrészt Székesfehérvár díszpolgárává avatták, másrészt pedig ugye a ligetet róla nevezték el, tehát ez a felirat ma is ott van, illetve megtalálható az évszám is egy kis zászlócskában ugye a pavilonnak a tetején, tehát ez is mutatja a korát. A Lövölde területén zajlott ugye ez a kiállítás, és öt Antal vasöntödéjéből származott, tulajdonképpen ez volt a vasöntödének egyrészt a kiállítási pavilonja, másrészt pedig ugye egy kiállított tárgya, hiszen a gyárnak, az öntödének a saját termékéről van szó. Ugye az összes többi pavilon, az többnyire kis favázas építmény volt, ismerjük például a Fellmayer féle pavilonnak a fotóját, amit még a kiállítás után azért néhány hónapig meghagytak. A legtöbbet egyébként elbontották, ugyanúgy, ahogy 1896-ban ugye az országos milleniumi kiállításnak a csarnok épületei Budapesten. Ott viszont nem nagyon sok épült például kőből és téglából. Tehát el tudjuk képzelni, hogy azért ott milyen építési és aztán később bontási munkálatokra került sor. Hát sajnos ugye ezt is aztán elbontották Budapesten. Mint ahogy az ország többi részén is egyébként ezeket az ideiglenes csarnokokat, pavilonokat a kiállítások után elbontották. Na hát ezt nem lehetett elbontani, nem is kellett. Ugye ez egy mintadarab volt igazából, egy referencia terméke magának a gyárnak, amit aztán Zicsi Jenő a kiállítás mecénása és főszervezőjeként egyébként megvásárolt ettől a cégtől, és a városnak ajándékozott. Hát hol máshol lehetett volna a leginkább elhelyezni, mint a róla elnevezett ligetben, tehát itt kapta ugye a legjobb helyet, és hát aztán későbbiekben is természetesen zenés rendezvényeknek helyet adott, ugye például a Zenekedvelők Egyesülete rendszeresen adott itt koncerteket, ugye ez a szimfonikus zenekarnak az elődje, aztán a későbbi szimfonikus zenekarok, folyamatosan volt itt térzene, hiszen ugye ez egy mindig kedves sétatér volt alapvetően, ugye el lehetett sétálni egészen a Tiszti pavilonig innen, a belvárosból a Széles főutcán, ugye akkor lehetett végig közlekedni. Tehát egy nagyon kedvelt hely volt, és aztán később, amikor a televízió megjelent, de még nem volt például mindenkinek, ugye például akár a 60-as évekre gondolunk, foci meccseket, komoly zenei koncerteket és különböző közvetítéseket lehetett például itt nézni. Ugye ugyanúgy, ahogy a társasházakban mindenki vitte magával a kis sámliát, itt is tulajdonképpen arról volt szó, mindenki vitte magával a kis sámlit, hokedlit, széket, akármit, és onnan nézték, fürtökben lógtak gyakorlatilag az emberek a 60-as években is ezeken a közvetítéseken. A korábbi időszakban itt egyébként egy kis kioszk működött, tehát egy kis, mondjuk azt, hogy pavilonszerű építmény, ami ugye mondjuk azt, hogy egy mai büfének feleltethető meg, de hát azért egy kicsit nívósabb, egy kávé kiméréssel, töményitalokkal, borral, sörrel, ahol ugye az urak, vagy éppen a mesteremberek, kereskedők ugye kilátogathattak mondjuk vasárnap délután, elbeszélgethettek, tehát egy kis vendéglőként működött igazából, itt az Icsi-ligetről készült fotón egyébként a zenepavilon mellett ez volt a másik épület, ami ott a sűrű lombozat alatt látható. Ma már ugye nem ilyen sűrű egyébként a ligetnek a faállománya, tehát nem ennyire erdős mondjuk az, sokkal inkább sétálásra alkalmas, és hát aztán azóta már több emlékmű és szobor is került ide természetesen. Menjünk tovább, az Icsi-ligetből van még egy fotó, ez a hármas épület. Hát ez a hármas szám azért fontos és lényeges, mert az 1960-as évek óta néz ki úgy az épület egyébként, ahogy ma ismerjük. 62-ben építettek rá emeletet, viszont 100 évvel korábban, 1860 körül nagy valószínűséggel Hübner Nándor építette, hiszen az ő családja foglalta el aztán ezt az épületet, tehát a Hübner családnak lett ez a, mondjuk azt, hogy a ligeti rezidenciája. Ez volt a Hübner ház tulajdonképpen Fehérváron, és aztán volt még egy Hübner réház is
ez már egy házasság révén a családnak egy másik ágáról van szó egyébként. A mai Ady Endre utcában, a korábbi Sas vagy Nagy Sándor utcában volt ez megtalálható. És hát aztán a Hübnerek egyébként költözködtek természetesen a város több pontján is, hiszen nyilván ennek a családnak azért további leszármazottai is voltak, tehát Hübner Nándornak is azért született például több gyermeke, többek között egyébként fiúk is, majd néhányukról azért lesz szó természetesen. Menjünk tovább, a következő kép már a hosszú temetőbe visz bennünket. Hát ugye ez egy nagyon fontos temetője Székesfehérvárnak, hiszen az egyik legrégebbi. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor létesült. Ugye Mária Teréziának a rendelkezései nyomán a templomokban, illetve a templomok körüli temetőkben a temetkezés az megszűnt, mint olyan. Papi személyeket lehetett természetesen a kriptába, altemplomba temetni, de alapvetően ez a középkortól létező szokás megszűnt. Ugye különböző közegészségügyi és járványügyi megfontolások miatt ugye az uralkodó, aztán később II. József, az ő fia utóda is egyébként ezt az álláspontot képviselte, hogy a külvárosokba kevésbé lakott vagy egyáltalán nem lakott részekre kell ugye ezeket a temetőket telepíteni. Ilyen volt a hosszú temető, aminek a környéke egyébként akkor még viszonylag lakatlan volt. Aztán említhetnénk például, ugye a Szedreskerti temető egyébként meglehetősen korán létesült a hosszú temetőhöz képest, tehát egy néhány évtizednyi különbség van igazából a kettő között, hiszen a hosszú temetőnek a területe elkezdett betelni, és azért az útnak a túloldalán igazából egyfajta bővítményként létrejött egy másik önálló temető. A Felsővárosnak a temetője volt ugye főleg a parasztságnak a mostani Fecskeparti temető, ami ugye szintén most is a város széle, akkoriban még szinte teljesen lakatlan területen helyezkedett el. Aztán a Csutora temető, ami ugye a régi Budai út mentén állt, szintén egy ilyen terület, ami aztán csak jóval később épül be, főleg a két világháború között, ugye Schmidt Ferenc, Kocsis Iván, illetve Molnár Tibor tervei alapján ugye munkástelepek, sorházas, illetve családi házas munkástelepek jönnek létre. Tehát ezek még viszonylag gyéren lakott vagy lakatlan területeken alakulnak ki, és az 1890-es évek elején jön létre az úgynevezett szegények temetője az Alsóvárosban, ez a mai Szentlélek katonai temetőnek egyébként a területe, akkor még szegények temetőjeként, öngyilkosok temetőjeként volt ismert. A hosszú temető volt a legnívósabb ezek közül, ugye ide temetkezett akkori kifejezéssel élve a város eleje. Polgármesterek, főbírók, főispánok, alispánok, iskolaigazgatók, bankvezérek, tisztviselők, és még lehetne sorolni, tehát rengeteg sokan. És volt ennek a sírkertnek természetesen egy temetőkápolnája mindig is, hiszen ugye a nagyobb temetőkhöz azért ez hozzá tartozik, ugye a gyászszertartásokat itt tartják, illetve néha, főleg ugye a temetőnek a búcsú ünnepén miséket is tartanak itt. 1872 és 74 között építették át ezt a kápolnát, Hübner Nándor tervei alapján. Ez egy érdekes dolog, hogy ugye amíg ő dolgozik a színháznak a kivitelezésén, addig az ő tervei szerint a hosszú temetőben pedig átépül a kápolna. Tehát azért a 70-es éveknek az eleje ilyen szempontból az ő életében elég sűrű időszak volt, én azt gondolom. És aztán később is kapott egyházi megrendelést, hiszen 1877-ben a Szent Donát kápolna átalakítási terveit is ő készítette el. Ekkor kapott kőtornyat egyébként maga a kápolna, ami aztán sajnos a II. Világháborúban megsemmisült, tehát az eredetit ugye már csak képekről ismerhetjük, illetve a Hübner előtti állapotról talán egy-két metszet fennmaradt természetesen. Igazán mély nyomot hagyott mindjárt ebben az évben, tulajdonképpen a városban Hübner Nándor, akiről majd fogunk látni képet, de a sorban itt megelőzi Károly. Igen, Károlyt igazából azért hoztam ide, és akkor még egy dolgot hadd említsek meg, hogy ha székesfehérvári Hübner épületekről beszélünk, akkor azért említsünk meg egy vidékit is mindenképpen, ráadásul azért, mert ennek van aktualitása, ugye nemrégiben adták át a felújított nádasladányi Nádasdy kastélyt, aminek az átalakítási munkálataiban, tehát abban, hogy ilyen neogótikus jelleget kapott maga ez a kastély, ugye a Nádasdy család megrendelésére, 1873 és 76 között szintén Hübner Nándor
és az ő műhelye dolgozott. Tehát ha azt mondtam, hogy sűrű volt ez az időszak neki, akkor még ezt tegyük hozzá pluszban, és akkor ráadásul ugye azért közben születtek gyermekei is, hiszen 29 évesen 1872-ben vette feleségül Sáfrán Máriát, Sáfrán József kékfestőmesternek a lányát. Sáfrán József egyébként ekkoriban már nem élt, az ő özvegyét egy úgynevezett Fellmayer István vette feleségül, aki egy szintén kékfestő családból származott, Kecskemétről érkezett Székesfehérvárra. A Fellmayer családnak az ottani ága folytatta tovább ezt a kékfestő tevékenységet, és Fellmayer István pedig pápán keresztül Fehérvárra érkezve, hát gyakorlatilag benősült ugye ebbe a Sáfrán családba, és aztán Hübner Nándor gyászjelentésén fogjuk is majd látni, hogy bizony Fellmayer Istvánt nevezik meg ipaként, ugye, tehát apósaként. Hát valójában ugye ő a feleségének volt a nevelőapja igazából, Sáfrán Máriának. És az ő házasságukból született legidősebb fiú, 1863-ban Jenő volt, aki aztán az építész mesterséget tovább folytatta, de volt még egy fiú, akit mindenképpen érdemes megemlíteni, ő pedig Hübner Károly. Takarékpénztári tisztviselő, a Fejér megyei takarékpénztárnak az 1912-ben nemességet nyert igazgatója, akinek Ferenc József egyébként a fejérvári nemesi előnevet adományozta, tehát fejérvári Hübner Károlyként ismerjük, illetve leszármazottai is ugye egészen 1947-ig, amikor ugye ezeket a nemesi rangoknak és a címeknek a viselését ugye az akkor regnáló hatalom eltörölte és megtiltotta, és igazából ez ma is érvényben van, tehát hivatalosan nem használhatók ezek a címek. Akkor kapták ugye ezt a fejérvári Hübner nevet, így egyben, és tulajdonképpen a következő generációk, tehát Hübner Károlynak a leszármazottai használták, ugye ez a családnak a többi ágára természetesen nem vonatkozott. Ugye ez nem egy grófi rang volt alapvetően, vagy egy bárói cím, ez egy, mondjuk azt, hogy egyszerű nemesi rang volt, ugye gondoljunk például a Kégl családra, amikor ugye Kégl György a kórháznak adományoz egy meglehetősen nagy összeget azért, hogy Fehérváron létrejöhessen egy városi és megyei közkórház, akkor ugye ő is nemesi címet kap, és a csalai előnevet kapja ugye a birtokai után, tehát ugyanígy fehérvári Hübner Károly, aki birtokokkal egyébként nem rendelkezett, de Székesfehérváron élt, megkapta ezt a nemesi előnevet. Egyébként a Flitsch kereskedő családnak a lányát, Stefániát vette feleségül, és ennek a Flitsch kereskedő családnak a főutca, mai főutca 2-es szám alatt álló házát, az egykori Nádor utcában álló épületet nem más tervezte, mint az édesapja Hübner Nándor. Tehát itt volt egyfajta üzleti kapcsolat ugye a Hübner és a Flitsch család között, és hát talán ebből alakulhatott ki, talán egy személyes barátság ugye a két család fő között, amiből aztán ugye a fiatalok közötti szerelem is szövődött, tehát azért az üzleti kapcsolatok azért néha családi kapcsolatokká alakulnak. Károllyal kapcsolatban képünk is van, archív fotó is van, amelyet majd kérek kollégáktól, hogy mutassanak meg közben, hiszen... Ugye Károlynak a gyászjelentését hoztam ide, hát azért tartottam fontosnak, hogy meg tudjuk mutatni ezt a fehérvári előnevet, és egyébként Fehérvárral kapcsolatban azért sok ilyen család van, akiknek általában a nemességét, meg egyáltalán a nemesi erőnevét elfelejtjük. És ha már a hosszú temetőről beszéltünk, akkor itt is van egy kapcsolat, hiszen azok a nemesek, akik ugye többnyire mondjuk azt, hogy köznemesi rangot viseltek, azok általában a város elejéhez tartoztak, ugye már a hivatásukból, foglalkozásukból eredően is, és ők is általában ugye a hosszú temetőben temetkeztek, a Hübner családnak egyébként a családi sírboltja szintén a hosszú temetőben található. És Nándorral kapcsolatban is van egy kép, egyébként most ismét megjegyezhetjük, hogy mennyi mindent tud egy történész egy-egy gyászjelentésből megállapítani. Igen, én ugye alapvetően kutatom a fehérvári temetőket, legalábbis a Csutora temetőt ugye aktívabban mindenképpen, átfogóbban, mint az összes többit, és hát egyértelmű, hogy a gyászjelentések nagyon sok információt adnak. Az, hogy például egy családban mennyi gyermek született, bár itt ugye azért figyelembe kell venni, hogy volt mondjuk csecsemő halálozás, felnőtt kor előtti halálozás, tehát azért a közben elhunyt gyermekek után is mindenképpen érdemes kutatni. Az összes rokonnak a nevét általában felsorolják, tehát gyerekek,
unokák, vők, menyek, testvérek, hogyha még vannak ugye élő testvérek, esetleg dédunokák is, tehát azért az is nagyon sok esetben megtörténik, hogyha ugye olyan kort élt meg az illető, és ez bizony mutatja a családi kapcsolatokat is, tehát azt, hogy mondjuk milyen családokkal házasodtak össze városon belül. Ugye Havranek Józsefnek vetették mindig a szemére, hogy hát igazából ő a rokonságát ültette különböző pozíciókba a városházán. Ugye erre szoktam én mindig azt mondani, hogy elég megnézni a Havranek család tagjainak a gyászjelentéseit, és akkor láthatjuk, hogy igazából a félváros a rokonuk volt. Tehát nehéz lett volna nem pozícióba juttatni ezeket a rokonokat. A Hübnerek is ugye a Flicsékkel, a Ré családdal, amiből aztán egyébként városi rendőrkapitány is származott többek között, szintén házasodtak, tehát azért itt is voltak ilyen családi kapcsolódások. Közben érdemes lenne megnéznünk a 8. fotót, amit hoztál magaddal, a 8. képünket, ami már Nándorhoz köthető, az ő gyászjelentése. Igen, Hübner Nándornak a gyászjelentése, igazából itt is ugye a rokonsága kerül felsorolásra, hogyha megnézzük a gyászjelentésnek az alját, akkor ott azért meglehetősen hosszan sorolják ezeket az illetőket. És akkor menjünk tovább, hiszen a családi sírboltot már emlegetted is, erről is van fotó. Igen, ugye itt is igazából az a lényeges, hogy Hübner Nándor nyugszik itt a családjával együtt. Fejérvári Hübner Károly, ugye Sáfrán Mária, szintén ugye Hübner Nándornak a felesége, Sáfrán József kékfestőmester, tehát itt is lehetne hosszan sorolni a neveket. A Hosszú temetőben vannak olyan nagy-nagy családi sírboltok, amiket ma már igazából szerintem elképzelni sem tudnánk, hogy hány és hány személy nyugszik itt. Hogyha valaki a Városgondnokságnak a sírhelykereső adatbázisában egyébként beírja a Hübner nevet, akkor megnézheti azt is, hogy Fehérváron a Hosszú temetőben hány Hübner sírbolt van, illetve ezekben a sírboltokban kik nyugszanak. Érdemes egyébként ezeket is mindig tanulmányozni. Mi esetünkben ezzel nem ért véget a Hübner család története, hiszen még nagyon sok ikonikus épület van, amelyről beszélhetünk velük kapcsolatban. Hübner Jenőt említettem, ugye, Hübner Nándornak a másik fiát Károly mellett. Neki igazából két fontos épülete van Székesfehérváron, amelyeket ő tervezett. Ugye ezek már a 20. század elejére vezetnek minket igazából. Az egyik az az 1900-1901 között tervezett, és aztán 1902. januárjában megnyitott Fejér megyei Szent György Közkórháznak az épület együttese, ami, ha diplomatikusan és optimistán akarok fogalmazni, éppen most van átalakulóban. Én ezt nagyon sajnálom, nyilván velem együtt sokan, ugyanakkor természetesen mindenki megérti, hogy a modernizációra szükség van. És én azt gondolom, hogy addig, amíg legalább az a régi bejárati épület megmarad, ugye a régi főépület a Seregélyesi út felől, legalább valami megmarad Hübner Jenőnek az eredeti elképzeléseiből. Az egyébként látszik, ugye például a János kórház erre egy nagyon jó példa Budán, hogy ma már a pavilonrendszer alapvetően nem működik. Tehát az, hogy ezt a kórházat ugye folyamatosan fejleszteni kellett, és nagy tömböket kellett létrehozni, ahogy ma is nagy tömbök létesülnek, ugye gondoljunk például a Hotelszárnynak a felépülésére, ugye a mostani STK-ra, hiszen sokan így ismerik, a Hunyadi úti rendelőintézetre, vagy akár a szülészeti tömbre és az egyebekre, az látszik nyilván, hogy ezeket csak így lehet megvalósítani. Ugyanakkor régi fotókon, metszeteken, illetve a tervanyagokon természetesen megmaradnak ezek a létesítmények, és én azt remélem, hogy majd egyszer az a Seregélyesi úti régi bejárati főépület is elnyeri a méltó formáját, lehetőleg ebben a homlokzati kialakításban és ebben a díszítésben, hogy legalább ez emlékeztessen erre. Az egykor egyébként 5 osztálya 120 ágyas kórházként nyitott alapítványi közkórházra. El tudjuk képzelni, hogy ez a 120 ágy ma már mire lenne igazából elegendő, akkoriban is már nagyon kevés volt. Aztán a másik fontos épület 1905-ben adták át a szecessziós Árpád fürdőt, ami ugye a Kossuth utcában egy olyan épületsorban található meg, ami igazából ugye pávásház van a szomszédságában, az előző szomszédban szintén egy szecessziós jellegű épület. Tehát mondhatni azt, hogy három ilyen szecessziós épület sorakozik egymás mellett, egy gyönyörű házsor lenne, hogyha a két szomszédos épület is jó állapotban lenne megtalálható.
bár nagyon sokáig egyébként ezt az Árpád-fürdőről sem lehetett elmondani, ugye 2010-re sikerült teljesen felújítani a régi pompájában, hát sajnos a mögötte lévő Árpád szálló, ami ugye a Várkörút felől volt megtalálható, elbontásra került, ugye ez a 20-as, 30-as éveknek a terméke egyébként, de meglehetősen nívós kialakítású volt, tehát illeszkedett a környezetébe. Ez már inkább Hübner Tibornak, ugye Hübner Jenő fiának az időszaka. Hát és egyébként az Árpád-fürdőnek a belső berendezése is ugye Hübner Jenőnek a nevét dicséri, tehát az, ahogy kialakította félig meddig ugye szecessziós díszítéssel, félig török fürdőként, de azért mégiscsak modern jelleggel, amit aztán később ugye ideiglenesen moziként is lehetett például használni, tehát egy nagyon jó kialakítása van ma is egyébként ennek a fürdőnek. Bizony-bizony, és gyönyörű, és sokat lehetne beszélni erről is. Fogjuk emlegetni, biztos vagyok benne, mindig visszatérünk rá. Folytassuk a sort, hiszen időnk fogytán, és azért még van, amiről beszélhetünk. Hübner Jenőnek a fiáról, Tiborról mindenképpen érdemes beszélni. 1897. áprilisában született, ő már Budapesten egyébként, és aztán ott is temetkezett. 1929-ben hunyt el egyébként az édesapja. Egészen eddig egyébként, ugye egyrészt az édesapja mellett tanulta a mesterséget, miután a műegyetemről kikerült, hiszen ő már nem Bécsben végezte alapvetően a felsőbb iskolát, és aztán az édesapjával együtt különböző tervpályázatokon vett részt, ezek általában egyébként az ő sikerükkel zárultak. És amikor az édesapja 29-ben elhunyt, akkor már önállóan került igazából Székesfehérvárra több tervével építészként, és a fehérvári modern építészetnek lett az egyik legjelentősebb alkotója. Rengeteg épületet tudnánk felsorolni. Én ezek közül igazából példákat hoztam, amik ma is egyébként jó állapotban láthatók. Ugye 1936-ban, és akkor itt térünk vissza a korábban említett Mirtházra, az Aranysas vendéglőnek, illetve a korábbi elemi iskolának az épületére. Ennek a háznak a helyén épült a Zicsi-liget északi részén a Magyar Nemzeti Banknak az új székesfehérvári székháza, ami aztán később egyébként egy kereskedelmi bank fehérvári fiókja lett. Ugye a Nemzeti Bank aztán költözött a városon belül több helyre is. Ugye az Ősz utcában is volt többek között egy fiók. Tehát ekkoriban a 30-as években itt a Zicsi-liget sarkán épült fel ez a banképület, és mellette pedig egy takarékpénztári bérház, amit szintén Hübner Tibor tervezett, tehát ez egy közös épületegyüttes igazából, amiről szó van. Ez látható is, ugye az Zicsi-liget sarkán áll ez a két épület, egyébként a mostani szintén bankként működő épület felől fotózva, tehát ez is egy érdekes, hogy egymással átellenben ugye két bank működik ma is. Aztán ugye láthatjuk egyébként egy Rákóczi utcai tervét is, Hübner Tibornak, ez a mai Rákóczi utca 4-es szám alatti épület, ugye a Rákóczi utca és a Vatai Ferenc utca sarkán. 1938-ban készült ez a fotó, maga az épület 1937-es. A Vatai utca felől van egy kis körablak, amiben egyébként ezt a 37-es évszámot is láthatja, aki arra sétál. Erre most külön fotót nem hoztam. A Rákóczi utca felől pedig van egy érdekes, elnyújtott íves erkélye, ami egyébként egyrészt Hübner Tibornak is egy építészeti jellegzetessége, másrészt pedig a másik híres Tibornak, Fehérváron, Molnár Tibornak szintén egy kedvelt építészeti megoldása. Sétáljunk végig a Várkörúton, nézzük meg a Csíkvári úton az egykori cédulaháznak az épületét, vagy akár a mostani E.ON irodaház melletti kis keskeny telken álló szintén régi villanytelepi irodaházat, vagy akár a Vasalóháznak a kialakítását. Tehát ennek a két építész Tibornak ez egy nagyon kedvelt építészeti megoldása volt. És aztán ezt az épületet ma már egy kicsit más formában ismerhetjük ugyan, de ez az erkély kialakítás megmaradt. Csutin és Ler Erzsébet, kedves építész ismerősünk, egykori vendégünk volt az, aki a 90-es években egyébként egy ráépítést tervezett erre az épületre. Nagyon jól sikerült egyébként szerintem ez a bővítés is. Aztán ugye a katonai tömböt említettem, illetve a 6 testparancsnokságot még itt, amikor Hübner Nándorról beszélgettünk az elején. 1936-37-ben készült el, ugye
ekkoriban települt a hadtestparancsnokság Székesfehérvárra, ebbe az épületbe, ami ugye aztán később a Szovjet Kultúrháznak, illetve Barátságházának adott helyet. Természetesen ez is kapott ugye egy magas tetőt, egy ráépítést, tetőterében ma előadó termek, illetve iskola működik többek között, középiskola. Szintén Hübner Tibornak a tervei alapján készült, és nagyon sokáig egyébként hadtestparancsnokságként volt ismert. Ugye amikor a szovjet hadsereg megérkezett Székesfehérvárra, akkor itt egy szovjet tömb alakult ki. Ugye a tiszti lakóházak rögtön ugye itt az épület melletti részen, a mai aranyiskola ugye az egykori orosz vagy szovjet iskolának az épülete, tehát sorolhatnánk ezeket szintén. És még egy épületet mindenképpen érdemes Hübner Tibor kapcsán megemlíteni, ami éppen most van átalakulóban. Én azt remélem, hogy legalább a homlokzata azért megmarad, hiszen ha valaki járt az utcán arra mostanában, be lehetett látni az építészeti állványzat meg a rácsok mögött, és lehetett azt látni, hogy ma már az épületnek a belső részéből gyakorlatilag semmi nincsen, csak a homlokzat maradt meg. Ugye ez az egykori Alba, később köztársaság mozinak az épülete, 1940-ben éppen Levente sapkás fiatalok, érettségizők vonulnak végig. Ugye az ismert ballagási menet, amiről már többször beszéltünk, ugye egykori vasvárisokként, itt valószínűleg éppen valamik iskolába mennek egyébként vissza a központból. Ma is élő hagyomány, ma is élő hagyományról van szó, csak ma már ugye nem Bocskaiban vonulnak a fiatalok. És hát éppen az Alba mozi előtt vonulnak el, ami aztán később egyébként a köztársaság nevet kapta, és hát nagyon sokáig Fehérvárnak az egyik legkedveltebb mozia volt. Ha ez az épület mesélni tudna, és most hány olyan, mondjuk már egy kicsit szépkorú van, akinek felcsillan a szeme, hogy mi minden kezdődött ott. Igen, igen. És hát a filmekről ne is beszéljünk. És amit még egyébként a homlokzat mellett nagyon szeretnék, hogyha megmaradna, és biztos nagyon sokan szeretnék, az a következő fotón látható, hiszen ugye Hübner Tibor építészetének egyik fehérvári emléke, tulajdonképpen ez az úgynevezett mesterjegy, vagy építészeti jegy, amit elhelyeztek itt a homlokzaton. Hát ugye elég régóta már egyébként egy villanyvezeték húzódik előtte, a bent lévő lakásnak az egyik villanyvezetéke, de jól látható, hogy Hübner Tibor műépítész volt az, aki 1938-ban a Szent István emlékévben egyébként ezt az épületet tervezte, az akkor már meglehetősen felkapott Várkörúton, és hát ez az utolsó fehérvári terve egyébként. Az államosítás után, 1945-50 után ő az országos építészirodánál dolgozott már tervezőként, és aztán született egy fia, akit egyébként szintén Tibornak hívtak, ifjú Hübner Tibor, neki fehérvári épületét egyébként nem ismerjük, de még az is előfordulhat, bár nyilván az ember nem akarja ezt erőltetni, hogy előkerül olyan terv, amit ő készített, soha nem tudhatjuk. És itt vége a Hübner család történetének? Nincs ma élő leszármazott? Hát igazából számunkra itt van vége, ugye az építészek kapcsán mindenképpen, hát a családnak vannak még leszármazottai, lehet, hogy élnek Fehérváron is. Én botormódon ezeknek soha nem szoktam egyébként utána menni, ha csak valamelyik életrajzban nem olvasom, vagy látom azt, hogy mondjuk a nagypapa, dédpapa tiszteletére emléktáblát avattak, és megjelentek a leszármazottak. Bizonyára vannak egyébként, ha máshonnan nem, akkor oldalágról biztosan, illetve ifjú Hübner Tibornak a leszármazottai közül élnek még, és hát reméljük, hogy jó egészségben élnek természetesen. Röviden összefoglalva a Hübner családdal kapcsolatban ugye emlegethetjük az Icsi-ligetet, a színház épületét, a kórház egy épületét, az Árpád-fürdőt, a Nemzeti Bankot, iszonyú meghatározó épületekről beszélünk. Nem volt véletlen tehát, hogy bemutattuk a család életét ebben a műsorban. Váci Márknak nagyon szépen köszönöm ma is, és természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Városrészek titkai című műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!